Napsütéses, csodálatos napot nektek, drága hölgyeim, csibéim és uraim, ha ti is itt vagytok. 10 dolog, amit szerintem egy elegáns férfi ne viseljen, ne vegyen föl. És hogy miért mi nők beszélünk erről? Egyrészt szerintem férfiak is szoktak nézni, másrészt mi vagyunk azok az anyák, vagy mi vagyunk azok a feleségek, akik ebben tudunk az uraknak segíteni. Az első, talán a legklasszikusabb dolog, amit illene minden férfinek tudni, hogy egy elegáns férfi nem vesz föl rövidújjú inget, még akkor sem, hogyha pokoli meleg van nyáron. Ezt értem, hogy a vicces egy ilyen havaj mintás, vagy egy kisautós ingben jönni, menni a tengerparton, de inkább nevetségessé tesz mindenkit, mint elegánsá. Drága uraim, drága feleségek, inkább vegyetek egy szép leninget, vagy egy vékony, kellemes anyagú inget a férjeteknek, az uratoknak, és hajtsátok föl neki szépen mind a két oldalt egyformán azt az inget. És higgyétek el, hogy ugyanolyan jól, lazán fogja érezni magát, de elegáns marad, férfias marad. Miért van az, hogy az olasz férfiak valahogy ezt zsigerből tudják? Tehát lemegy az olasz tengerpartra, és tényleg ezt látod, szépen egy vékony leningben ott jön az olasz macsó, egy szép barna bőrcipőben, és hiába nyár van, mégis azt a lazaságot, azt a finomságot tükrözi feléd, hogy ő bizony továbbra is egy igazi úriember tudott maradni a nyaralás közben is. A következő, ami egy olyan trend, ami számomra értelmezhetetlen, ugye azt már mindenki tudja, hogy nevetséges szandált zoknival fölvenni. De hogy jött be a divatba a zokni és a papucs? Tehát rengeteg fiatalt látok itt is, szép strandpapucsban, otthonra való papucsban, gumipapucsban, fehér, lábszár középig érő zoknival, rövid nadrággal és pólóval. Azt gondolom, hogy ha van valami, ami igazán le tudja lankasztani egy hölgy lelkesedését, nos, az ez a szett. Tehát eleve a fehér zokni, ami sportolásra való vicces papuccsal, ha csak nem éppen a konditeremből jöttél ki és szállsz be a kocsidba, de ezt az utcára viselni egyszerűen nevetségessé és igénytelenné teszi a viselőjét számomra. Értem, azt mutatja, hogy te aztán le rod, hogy mi van rajtad, mert annyira menő vagy, de hidd el, hogy ez nem az eleganciát, nem a férfiasságot, nem azt fogja sugallni, hogy te vagy a tuti menő férfi az egész környéken. A következő, amit nagyon sokszor érzek, és szerintem ti is éreztetek már ilyet, hölgyeim, a pacsuli. Uraim, a parfüm, a kölni, az aftershave, a borotválkozás utáni arcszesz nem arra való, hogy megfürödjél benne. Tehát nem kell, hogy előtted és utánad 4-5-10 méterrel az az illatfelhő, ami inkább már szag, mert olyan mennyiségben terjeng, az mindig ott legyen körülötted, és ez legyen a névjegyed. Igazándiból egy férfi akkor használja jól a parfümöt, hogyha elmegy mellette egy nő, és csak úgy megcsapja az orrodat, és azt érzed, hogy bebújnék a nyakába, mert annyira kellemes ez az illat. Érzitek a mennyiség közti különbséget? Tehát igen, használjatok ti is parfümöt, kölnit, amit szeretnétek, csak ne egy ilyen pacsuli felhő borítson be, és érezze mindenki, hogy megjött a szagos ma is. És hiába jó illatú az, amit magadra kentél, nagy tömegben, nagy mennyiségben, büdös pacsulinak fog hatni. A következő, ami szintén azt gondolom, hogy végre jó lenne kinőni, és hölgyeim, itt mi is sokat tehetünk tényleg, hogy a zsebes nadrágot, meg a kantárosat, azt szerelni, barkácsolni hordja az ember, meg dolgozni, nem arra való, hogy kimenjen benne az utcára, és az összes zsebe tele legyen a pénztárcájával, a kocsikulcsával, az összes kis gondjával, bajával, mert nem szerelni megy. Ezek a zsebes nadrágok ebből számomra a legborzasztóbb. Tudom, kényelmes, mert menjél benne vadászni, meg kirándulni, aminek le lehet cipzározni térnél az alsó szárát. Nos, uraim, tehát sok mindent lehet elegánsnak nevezni, de ez biztosan nem. Egy szép, vékony lenvászon nadrág, egy megfelelően kiválasztott rövid nadrág,
ami, hát ha lehet, inkább ne ez a gumis, meg pamut anyag legyen, hanem mondjuk egy lenvászon, vagy egy szép pamut, 100%-os pamut, vagy vászon, de ha lehet, akkor a zsebes nadrágokat próbáljuk meg elkerülni. Ugyanúgy, mint a rövidújúinknél, itt is csak azt tudom mondani, hogy tudom, hogy ez folyton divat, de nem az a lényeg, hogy te a divatot kövesd azért, mert te úgy akarsz menő férfi lenni, hanem ha elegáns férfi akarsz lenni, akkor maradj a klasszikusnál. Hidd el, a pénztárcádnak is jobbat tesz, a körülötted levő hölgyek szívének és szemének is jobbat tesz, és amit sugározni fogsz, az a kortalan, állandó elegancia lesz, és nem az, hogy te most aztán nyaralóba kapcsoltad magad. A következő, amikről szintén azt gondolom, hogy drága uraim, értem, hogy főként bizonyos fiataloknál nagy divat, és ettől leszel menő, az a gyúrós póló. Tehát a nevében is benne van, hogy az a konditerembe való. Tudjátok, ez a hónaj szellőztetős, ilyen eddig kivágott, ha lehet még esetleg szakadt is, itt lóg, ott lóg, amat lóg. Uraim, azt arra találtál ki, hogy a konditerembe menj benne. Értem, hogy olyan jó lenne kitenni az összes musklidat, egy picit hadd lássák a hölgyek, hogy már a melled is megerősödött a állandó gyúrástól, meg a proteinportól, de hidd el, hogy nem attól leszel menő pasi és a nők bálványa, hogy kiteszed mindened. Szerintem te is jobban szereted azokat a hölgyeket, akik nem a teljes merchandise-ot pakolják ki lent és fönt, tehát ha elegáns férfi szeretnél lenni, akkor kerüld ezt. Persze, ha gyúrós pityú szeretnél lenni, és szeretnéd mindig mindened mutogatni, akkor az a te világod. A következő, amit szerintem kerülni kellene, uraim, ha csak nem azt szeretnéd sugallni, hogy a teljes vagyonod magadra aggattad, az a túl sok fuchs. És most nem csak az iszonytatóan vastag rapper aranyláncról beszélek, hanem mikor úgy érzed, hogy rokkel mi voltodat ki kell fejezni, és 40 darab szegecses karkötőt teszel az egyik a másik kezedbe, másik kezedre, hogyha még esetleg jó néhány fülbevaló is, értem, hogy te rocker vagy, és ezt szeretnéd kifejezni, de ha elegáns úriember szeretnél lenni, akkor ezeket próbáld kerülni. Egy férfi ékszere az órája, esetleg egy pecsétgyűrű, egy nyakkendőtű, szóval néhány finom, apró ékszerrel ugyanúgy ki tudod fejezni magad, viszont ha elegáns szeretnél lenni, akkor a túlzott kupacolást felejtsd el. Tehát tényleg nem kell innentől idáig kismadzagos, lógós, bőrkarkötő és egyéb dolgot magadra aggatni, azért, hogy kifejezd magad ezzel. A következő, amit még szintén kerüljünk el, hogyha elegáns úriemberek szeretnénk lenni, drága uraim, az az iszonytatóan nagy övcsat. Igen, az én férjem is szereti ezeket hordani, de ettől függetlenül én nem tartom elegánsnak. Az ő bohó stílusába lehet, hogy néha-néha belefér, de természetesen, ha olyan helyre megyünk, hogy öltöny, nyakkendő vagy smoking, akkor nem fog egy nagy kavbolyos, vagy egyéb ilyen pörgős, zörgős csattot, vagy egy szegecses övet fölvenni. Ezek apróságok, de azt gondolom, hogy pont ebben tudunk, hölgyeim, segíteni az uraknak, hogyha ezekre az apró részletekre megpróbálunk odafigyelni. Ha kiegészítünk, akkor egy-egy díszsebkendő, egy laza kis sál a nyakba, abban a percben egy elegáns, klasszikus úriember kinézetét fogja kelteni, és nem a bőr háromszög, vagy farkasfog, vagy akármi a nyakában, az hiába laza, de nem lesz soha elegáns egy férfin sem. És talán itt sem kell elmondanom, de kénytelen vagyok. Drága uraim, értem, megengedheted magadnak. Nagyon klassz, hogy szereted a márkás holmit, de te se öltöz tetőtől talpig reklámszatyornak vagy hirdetőoszlopnak. Tehát a GGG LVV az összes ruhadarabon tetőtől talpig, mikor figyeltél az összhangra, és minden LV, minden Louis Vuitton, vagy minden Gucci, az akkor sem lesz elegáns. Attól a perctől, ahogy így öltözöl, ez egy valamire való nőnek azt fogja sugallni, hogy ennél bizonytalanabb kisgyereket bizony nem tudnánk hazavinni. Az a férfi, aki így öltözik, az teljes mértékben nincs tisztában a saját értékeivel, és
értékes dolgokkal aggatja magát tele azért, hogy akkor majd ő is értékes lesz. Uraim, nem a márkás dolgoktól, nem a Ferrari kulcsától lesztek értékesek, hanem attól, ahogy viselkedtek. Tehát soha nem attól lesz férfias egy férfi, hogy meg tudja mutatni, hogy megengedheti magának és bárkit, és bármit meg tud venni. Egy igazi nő nem erre vágyik. Egy igazi nő egy olyan férfira vágyik, akinek a kisugárzása is azt mutatja, hogy belül ott van az érték, és nem kívül a ruhatáramban. Úgyhogy, uraim, tehát nektek is azt mondanám, hogy tényleg nem éri meg azt a nagyon sok pénzt kidobni arra, hogy felszínesen azt mutassuk, hogy bizony megengedhetjük magunknak. Gyere, Mari, tudok neked egy jó adag kötek pénzt virítani. És ha már itt tartunk a pénznél, uraim, a pénzcsipesz és a kicsapott pénz az szintén nem elegáns. Erről már annyit beszéltem. A logós cuccok helyett tetőtől talpig inkább olyat vegyél, aminek finom az anyaga, amihez egy nő, mikor hozzáér, azt érzi, hogy wow, igen, ez mennyire finom, milyen jó érzés ezt az anyagot, ezt a férfit megtapintani. De higgyétek el, hogy egy nőnek sokkal jobban tetszik az, és sokkal elegánsabb is, hogyha nem árazod be magad. Egy szépen szabott öltöny, egy jó kasmír anyag, nyáron valami láthatóan finom lenvászon, igen, mert azon belül is zongorázni, sőt, nagybőgőzni lehet a különbséget, és igen, látszik az anyag minősége. Szóval inkább arra költs, hogy jó minőségű anyagokat aggass magadra, mint hogy tetőtől talpig ingyenes hirdető táblának öltöz. Ez sem a nőknél, sem a férfiaknál nem néz ki jól. Nem tudom ezt kihangsúlyozni, hogy nem arról van szó, hogy te öltönyben és nyakkendőben menj a strandra, vagy kerti partiba, hanem az alkalomhoz illően öltöz föl. Igenis, a strandra is fel lehet elegánsan öltözni, nem a zsebes nadrággal, hanem egy helyes sorttal. A fecskét azt én továbbra sem tudom megemészteni, lehet, hogy azért, mert túl sokat vagyok itt Amerikában, de egy csinos, finom, láthatóan jó minőségű fürdősort, egy csinos nadrág, és uraim, már nálatok is megy a picsa sort, szóval ezt nem tudom hova tenni, tehát ezt tudom, hogy gyönyörűen kigyúrtad a feneked meg a combod, de hadd legyen az, hogy az a hölgy, aki akarja, az fedezze föl a te domborulataidat is, és hadd ne kelljen mindenkinek messziről látni. Az összes, igen, jobbra-balra az összes domborulataidat is. Amit nem hiszem, hogy el kell mondanom, de mégis néha úgy érzem, hogy el kell mondanom. A szakadt, gyűrött, koszos, leharcolt, az jó otthonra törőgető rogynak, vagy ha segítesz az asszonynak takarítani, vagy ha kertben dolgozol esetleg, és nincs kert és zsebes nacit, mert abba szoktál az utcán járni. De nem. És tudom, hogy minden évben újra divatba jön a nagyon drágán vásárolt, gyűrött, koszos, kopottnak tűnő, de ha elegáns férfi akarsz lenni, akkor kezd ezeket is inkább elkerülni. Tudom, fiatalon még mindenki, a férfiak is sokat kísérleteznek avval, hogy mitől vagányak, mitől néznek ki jól. Persze, ha valaki egész életében rocker, akkor legyen meg a stílusa, de én rockert is láttam már öltönyben és smokingban csinosan felöltözni. Viszont alapvetően hétköznapi emberként nincs szükségünk arra, hogy minden áron ilyen hatalmas kilengéseket tegyünk. Persze, ha emo vagy, ha hipster vagy, ha rapper vagy, legyen meg a stílusod, de az elegáns férfi stílusa mindig klasszikus. A szép ing, jó minőségű anyagból, a szép öltöny, a szép nadrágok, és igen, farmerban is lehet olyat venni, ami elegáns és jól mutat egy férfin. És a farmer ing, vagy a farmer galléros póló igenis tud tekintélyt parancsolni, és tudja mutatni, hogy mennyire menő vagy, nem kell ehhez, főként, ha nem illik hozzád, hipsternek vagy rappernek öltözni. Ami számomra még, tudom, hogy a vagányság ne továbbja, de messze nem tartozik az elegáns férfi ruhatárához, az amikor egy elegáns helyen egy smokinghoz vagy egy öltönyhöz sportcipőt veszünk.
Megvan az az alkalom, amikor ez csinos és jó, ha egy sportzakót veszel föl egy sportcipővel, és így lazítod egy kicsit a szettedet egy jó minőségű gyapjúból, egy szép selyemből, vagy egy szép anyagból készült öltönyt ne roncsatok el egy sportcipővel. És amivel leginkább ne roncsatok el semmit. Én nőként mindig az első dolog, amit megnézek egy férfin a szeme után, az a cipője. Uraim, a cipőd, a cipőfűződ, a cipőd talpa legyen rendben, legyen tiszta. Egy férfi jellemét nagyban megmutatja, hogy milyen a rajta lévő cipő. Ezt próbálom még itthon is bizonyos fiatalabboknak tanítani. Szóval figyeljetek oda arra, hogy amennyire lehet, a megfelelő cipőt vegyétek fel öltönyhöz, elegáns viselethez, és számomra a sportcipő lazás, de csak bizonyos szintig, bizonyos események fölött már nem szabad egy sportcipőt egy öltönyhöz vagy egy smokinghoz fölvenni. Egy olyan koktélpartira, vagy egy nagyon elegáns eseményre, akár esküvőre. Inkább keres valami csinos, barna cipőt. Nézd meg, az olasz férfiak mindig tökéletesen tudják, barna cipő, barna öv. Tehát ha ezt meg tudjátok tőlük tanulni, el tudjátok lesni, akkor az az egy barna cipő alkalmi viseletre tökéletes lesz az összes öltönyödhöz egy szép barna övvel. Elértünk a 10-hez, de hadd adjak még hozzá egyet. Ami számomra mindig problémás, az a férfiaknál ez a nyakkendő, nem nyakkendő, dízsebkendő, nem dízsebkendő. Egy szépen, jól megkötött, megfelelően megválasztott nyakkendő fantasztikusan fel tud egy férfit öltöztetni. De ahhoz és a csomó, az fontos, hogy szépen legyen megkötve. Ugyanúgy tényleg higgyétek el, ha ezek a kiegészítők nálatok, uraim, a nyakkendő, a dízsebkendő, az öv és a cipő összhangban van, akkor olyan kisugárzásod lesz, olyan megnyugtató, olyan harmonikus, ami azonnal egy magasabb szintre emel. Persze csak, ha nem egy B betűvel kezdődő szóval kezded aztán a mondatot, de ezzel most inkább nem szeretnék foglalkozni. És még egy utolsó, amit hadd tegyek hozzá, hogy nyáron, uraim, egy jó kalap, egy jól megválasztott szalmakalap, vagy vékony panamakalap stílusosabb lesz egy jó szemüveggel, egy jó napszemüveggel, mintha a síeléshez való napszemüvegedet és a baseball sapkádat fordítva teszed föl, és úgy szeretnél elegáns lenni. Szóval, uraim, hölgyeim, urak, lehet, hogy kevesen vannak itt, de drága hölgyeim, ezeket az apróságokat, ha sikerül a férjünknél, a párunknál, vagy a fiunknál időben átadni, megtanítani, akkor sokat segítetek az életükön, hiszen egy harmonikus, elegáns stílussal rendelkező, ízléssel megáldott férfit fogtok magatok mellett, vagy az otthonotokból kiengedni. Remélem tudtam ma is segíteni. Uraim, ha valakinek fájtak ezek a pontok, akkor sajnálom, de muszáj ezekről néha beszélni. Hölgyeim, ha úgy érzitek, valamit még kihagytam, akkor tegyétek meg, hogy itt lent megírjátok. Ezek voltak már a tündetrükjei és tippjei. Remélem, azért van, amiben tudtam segíteni. Puszi, ölelés!